Közös nyilvános reggeli nyitotta meg az Uniós Szabadságok Napját Hévízen, ahol kötetlen beszélgetésen vehettünk részt a város polgármesterével és a partnerországokból érkező delegációk tagjaival. Ezt követően egy napra minden az Európai Unióról és annak szabadságjogairól szólt a városban. Hévíz volt ugyanis a következő állomása, az Uniós Szabadságok Napja elnevezésű határon átnyúló projektnek. Az EU Freedoms fő célja egy vitasorozat indítása Európa jövőjéről. A projektben Ausztria, Szerbia, Szlovénia és Románia vesz részt, Magyarországot pedig vezető partnerként Hévíz képviseli. A fiatal résztvevők minden partnerországba ellátogatnak, és minden helyszínen konferenciát szerveznek az őket érintő uniós lehetőségekről, politikákról. A hévízi fiatalok az eddigi találkozókon részt vettek már Belgrádban, Csíkszeredán, és a szerbiai Nisben is jártak a mostanihoz hasonló konferencián. Az eddigi tapasztalatok nagyon jók, ugye minden városnak van egy speciális helyzete, egy speciális problémája, amivel ezek a konferenciák foglalkoznak. Itt Hévízen a turisták szabad mozgása és a tőke szabad mozgása a fő téma. Ezen belül is a biztosító társaságoknak a kérdéskörével foglalkozunk, egy szűk szakmai stáb keretén belül, ahol is azt a kérdést vizsgáljuk, hogy a biztosító társaságok hogy léphetnek fel külföldi piacokon. Jelen esetben ugye Hévíz esetében ez azért fontos, hogy a külföldi társaságok az ő biztosítottaikat itt tudják üdültetni, itt tudják kezeltetni Hévízen. Természetesen várjuk a fiatalokat is, hiszen ez egy remek alkalom arra, hogy az itteni fiatalok összeismerkedjenek a külföldi kollégákkal, és egy közösség is kialakuljon, hogy ezekről a témákról, ezekről a fontos kérdésekről maguk a fiatalok is tudjanak beszélni, és a város vezetői meghallják azt a hangot, amit a fiatalok hallatnak ezekben a kérdésekben. Mint Papp Gábor polgármestertől a program megnyitóján megtudtuk, a város igyekszik kihasználni minden ehhez hasonló pályázati lehetőséget, mely határainkon túlra nyúlik, és viheti így mind a város, mind pedig az ország jó hírét. Ma már elérkeztünk oda, hogy 8-10 ilyen határon átnyúló projektünk van, kisebbek, nagyobbak, és ebben óriási lehetőség van. Egyik oldalról az, hogy különböző forrásokat lehet lehívni különböző programokra, a másik oldalról pedig az, hogy általában azért 5-6-7-8 ország vesz részt egy-egy ilyen projektben, és ezeknek, amikor például Hévízre jönnek, mind a milyen alkalommal most is beszélünk, megismerik Hévíz városát. Én azt gondolom, hogy Hévíz városnak a jó hír nevét tudják elvinni, és hát elérkeztünk már ahhoz a pillanathoz, hogy vannak olyan határon átnyúló projektjeink, például az Erasmus-os programunk, ami legutoljára futott, amiben már minket kértek föl, nevezetesen ebben az esetben Portugáliából kerestek meg bennünket, hogy hallottak rólunk, és kiesett egy partner, és szeretnének, ha Magyarországról Hévíz lépne be. Tehát én azt gondolom, hogy ha ezekben a projektekben jól szerepelünk, és sokat viszünk, a gazdaság és egyéb más haszon mellett nek óriási turisztikai jelentősége is lehet. Lehet, hogy nem azonnal, de középtávon azt gondolom, hogy ez mindenképpen megtérül a városnak, és számos esetben olyan fiatalokat tudunk bevonni, akik a városunk jövőjét jelentik, illetve hát látjuk azt, hogy mit gondolnak a külföldiek a városról. Más szemszög, más szempontok alapján, más kultúrából jöttek, és olyan ötleteket adhatnak nekünk, amiket igenis meg szeretnénk valósítani, és ebben ezek a projektek kiváló lehetőséget nyújtanak számunkra. A résztvevő városokon kívül a fiataloknak mi mindent adhat egy ilyen projekt? Hát egy az, hogy a nyelvi képzésük az továbbfejlődhet, én azt gondolom. Egyértelműen kiváló barátságokat köthetnek, hiszen látjuk, hogy az Erasmus-os program keretében belül is iskolák, csoportok, egyéni emberek hogy barátkoztak össze, egy spanyol, egy portugál, egy magyar fiatal ember, akik eddig még nem tudtak egymásról, még egymás országát sem ismerték. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a személyes hasznuk idézőjelével ezt a hasznot mindenképpen fontos. Míg a Városházán a konferencia résztvevői az Unió 4 szabadságának jövőjéről, az azokban rejlő lehetőségekről tárgyaltak és sikertörténeteket hallgattak meg, addig a Pilár Alapítvány jóvoltából a középiskolás érdeklődők és a náluk is kisebbek interaktív foglalkozásokon vehettek részt. Az alapítvány célja és fő tevékenysége európai uniós ismereteket átadni a fiataloknak, így ehhez kapcsolódó feladványokkal készültek Hévízre is. Alapvetően három korcsoportra osztottuk most a gyerekeket, tehát vannak foglalkozások alsós, felsős és gimnazista korosztályú tanulóknak. A kisebbeknél természetesen előtérben van ez a kérdezfelelek típus, a játék, a csoportmunka, mert azt gondoljuk, hogy csoportban sokkal könnyebben, hatékonyabban tanulnak, vagy egyeznek meg dolgokat, játszhatnak például activity-t, bingót, tabut, mindezt az EU
kérdésköreivel felépítve, például megtudhatják, hogy hol található a kishablány szobra, melyik tagállamban, honnan ered a Lego, tehát mindez, ami egy kicsit háttértudást csempész az életükbe. A nagyobbaknak már azért készültünk komolyabb témákkal, előkerül az EU jövője, a bővítés, a Brexit, tehát a britek kilépése az EU-ból, tehát itt egy kicsit másabb fókuszt kapnak a tanórák. Ezen a napon a Pilár Alapítványa borünnepen is képviselte magát egy tematikus EU-s tant keretein belül. Az érdeklődők különböző uniós kiadványokat, kitűzőket és apró ajándéktárgyakat kaptak, de egy kvízjáték segítségével ismereteiket is bővíthették. Ezen kívül a résztvevő országok képviselői kulturális bemutatkozást is tartottak a belvárosban. Sör és borkóstolóval várták az arra sétálókat.